Nem vizsgálja a gazdasági bizottság a letelepedési kötvényekkel üzletelő offshore gyanús cégeket. Rogán Antal a bizottság fideszes elnöke szerint az RTL híradó félreértette a kormánypárt szóvivőjét, aki vizsgálatot ígért. A letelepedési kötvények forgalmazásának ötlete Rogán Antalé volt, és 2013-ban még ő is azt mondta, nem zárható ki, hogy offshore hátterű cégek jelentkeznek a feladatra. A cégek köztük egy Kajmán-szigeteken bejegyzett társaság milliárdos jutalékért dolgoznak. A demokratikus koalíció szerint ki kell zárni az offshore cégeket az üzletből. Ciprusi cége miatt támadta 2010-ben Simor András akkori jegybank elnököt Orbán Viktor. Büszkék szeretnék lenni arra az intézményre, beleértve a vezetőit is. Az nem az offshore lovagok szálláshelye. Orbán Viktor még ellenzéki politikusként 2009-ben kötött megállapodást Angela Merkel német kancellárral, hogy együtt lépjenek fel az adóparadicsomokba mentett vagyonok ellen. Most viszont adóparadicsomokban, például a Kajmán-szigeteken bejegyzett cégek árulják milliárdos haszonnal a magyar 300 ezer eurós letelepedési kötvényeket. A Fidesz szóvivője szerint az offshore gyanút ki kell vizsgálni. Ha ilyen kérdés áll elő, természetesen, hogyha valóban van ilyen probléma, azt meg kell vizsgálni a gazdasági bizottságnak. A bizottság fideszes elnöke arra a kérdésünkre, hogy indítanak-e vizsgálatot, azt mondta, rosszul értettük azt, amit a párt szóvivője mondott. Szerintem kicsit félreértették a Bencét. Én azt tudom mondani önöknek, hogy a letelepedési kötvényprogram az elmúlt években egy komoly sikert felmutató program. Rogán Antal az offshore gyanúról nem beszélt, pedig 2013-ban az általa vezetett gazdasági bizottság ülésén még azt mondta a letelepedési kötvényt árusító cégekkel kapcsolatban, idézem, azt azért ne felejtsük el, hogy nehéz lenne itt kizárni az offshore-t. És azt is hozzátette, az a minimális elvárás, hogy a valós tulajdonost fel kell fedni névvel, címmel, minden egyébbel együtt. Ma megkérdeztük Rogán Antalt, hogy a kötvényértékesítő cégek beszámoltak-e, és ha igen, hogyan, arról, hogy milyen tulajdonosi hátterük van. A Fidesz frakció válaszában azt írta, a cég tulajdonosai büntetőjogi felelősségük tudatában nyilatkoztak a cég tulajdonosi köréről. A nyilatkozatot adó személyek személyes adatait külön tárolják, ezeket az adatokat nem hozhatják nyilvánosságra. Egy szocialista képviselő kérdésére még 2013-ban Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes azt válaszolta, a Kajmán-szigeteken bejegyzett cég tulajdonosai felfedték magukat, kínai üzletemberek mellett Boros Attila nevét említette. Ő 2000 és 2004 között vezérigazgatója volt a Hajdú BTRT-nek. Ez az a cég, amelynek csődbe juttatásával a Fidesz többször is megvádolta Bajnai Gordont. Mint kiderült, alaptalanul. A bíróság a hamis állítások miatt bocsánatkérésre kötelezte a Fidesz korábbi szóvivőjét, az Orbán kormány jelenlegi államtitkárát, Zsigó Róbertet. A demokratikus koalíció szerint ki kell zárni a közvetítő cégeket a letelepedési kötvényüzletből. A magyar állam által eladott letelepedési kötvényeken nem a magyar állam, a magyar polgárok, a magyar adófizetők gazdagodnak, hanem Rogán Antalék által kiválasztott homályos tulajdoni hátterű, nem egy esetben offshore cégek. A mostani helyzetben helyesebb, hogyha ez az állam kezében összpontosul. Múlt héten az RTL híradó kérdésére Kósa Lajos, a Fidesz ügyvezető alelnöke is azt mondta, hogy a külföldi közvetítő cégek nélkül kell árulni a letelepedési kötvényeket, majd egy nappal később a párt sajtóirodája közölte, hogy Kósa Lajos tájékozódott az ügyben, és mégis támogatja a programot.